A májusi adatok szerint az orosz hadsereg 70 óvodát semmisített meg Ukrajnában. 1031 intézményben keletkeztek károk. Számolt be az Oktatási Minisztérium sajtószolgálata. További 846 intézmény található az ideiglenesen megszállt területeken. A minisztériumnál hozzátették, hogy 131 óvodai intézmény a belső menekültek menedékhelyeként működik. A megyei katonai adminisztrációk oktatási főosztályaitól kapott információ szerint az oktatási nevelési folyamat 10.367 óvodai intézményben folytatódik. Ez azt jelenti, hogy több mint 750 ezer gyermek részesül óvodai nevelésben, áll a jelentésben.